Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnap délutánt, majd estét kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Balatonalmádiból, a vasútállomásról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én itt vagyok Balatonalmádiban a vasútállomáson, és ez pedig egy újabb vonatspotting videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. És akkor én lassacskán fordulok is a helyes irány felé, mert a másik irányból fog jönni a vonat, tehát Balatonfüred felől fog érkezni majd a vonat, méghozzá a 325-ös hörgő fog érkezni konkrétan, ide Balatonalmádira a vasútállomásra, kék hullám sebes vonatával, méghozzá abból az irányból fog jönni, és majd ezt fogom néktek lefilmezni, illetve levideózni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb vonatspotting videóban, és akkor várjunk a 325-ös hörgőt itt Balatonalmádiban a vasútállomáson, és akkor nem sokára meg is fog jelenni onnan Balaton Füred irányából a 325-ös hörgő. És én ezt fogom néktek lefilmezni ebben a videóban, és ez valójában egy újabb vonatspotting videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok, hisz az én csatornámon vannak ilyen jellegű videók is. És akkor várjunk hát a 325-ös hörgőt, itt Balatonalmádiban, a vasútállomáson. Hát egyelőre még híre hamva sincsen a 325-ös hörgőnek, de tényes való, hogy jön, tehát ez tényes való, hogy jön. Már a vonatdroidon megnéztem, és ott teljesen egyértelműen látszott, hogy már alsó őrsön van, ami azt jelenti, hogy pillanatokon belül itt lesz, konkrétan, itt Balatonalmádiban, hisz alsó őrs és Balatonalmádi között a hú, de nagy távolság nincsen konkrétan, hogy ne érne ide a hamar a 325-ös hörgő sebes vonatával, konkrétan kék hullám sebes vonatával, és az itt meg is fog állni majd Balatonalmádiban, természetesen, mivel a kék hullám sebes vonatok azok többségében, sőt, a legjobb tudomásom szerint az összes kék hullám sebes vonat az megáll itt Balatonalmádiban, mint hogy a tekergő sebes vonatok is megállnak itt Balatonalmádiban. És akkor várjunk a 325-ös hörgőt itt Balatonalmádiban a vasútállomáson. Hát egyelőre még hírehamba nincsen neki, konkrétan. Tehát egyelőre még hírehamba nincsen a 325-ös hörgőnek. Pedig hát a vonatdroid szerint, mert bekapcsoltam volna a kamerán a felvétel gombot, a REC gombot, akkor már alsó őrsön volt. Úgyhogy várjunk a vonatot. És már másodjára mondják be, nem mellesleg. Tehát már másodjára mondják be a vonatot, konkrétan. És akkor várjunk a kék hullám sebes vonatot itt, Balatonalmádiban, a vasútállomáson, és a 325-ös hörgőt. Hát egyelőre még nem jön, konkrétan. Ami Balatonalmádi, ez egy háromvágányú vasútállomás. Na, én már hallom is a 325-ös hörgőt, sőt, már látom is, konkrétan. És akkor most én ezt le is filmezem. A 325-ös hörgőt sebes vonatával, kék hullám sebes vonatával. Most ér be éppen ide az állomásra, Balatonalmádiba. És úgy látom, hogy elég rövid a szerelvény. Tehát elég rövid a szerelvény konkrétan. Ha jól számolom, 4 kocsiból áll konkrétan. És ebből a 4-ből az egyik az kerékpárszállító kocsi, méghozzá nagy befogadó képességű kerékpárszállító kocsi. És akkor várjunk meg, amíg elindul a 325-ös hörgő innen Balatonalmádiból a vasútállomásról. És én ezt most le is fogom nektek filmezni. Amúgy ott a háttérben már látszik, tehát ott van konkrétan.
Tehát ott van a 325-ös Hörgő. És hamarosan útjára is indítják. És akkor most ezt lefilmezem. Kicsit ellenfényes lesz a videó, ezért elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől. És már indul is a 325-ös Hörgő, innen Balatonalmádiból, a vasútállomásról, sebes vonatával, kék hullám sebes vonatával. És én ezt most lefilmezem. És amint láthassátok ezen a felvételen, a 325-ös Hörgő elhaladt innen Balatonalmádiból a vasútállomásról. Nos, ennyi is lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem majd egy következő videóban, egy következő alkalommal. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonalmádiból, a vasútállomásról. Sziasztok!